Ma még nyitva lehettek a virágboltosok, digitális oktatásra álltak át a karcagi sulik is, zárva vannak az óvodák is, megmaradt a kiszállítás az éttermekben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 8-án 18 óra 5 perckor. Ahogy mi is említettük, az üzletek a mai naptól nem nyithatnak ki. Ez a virágboltokra is vonatkozik. A kormány azonban hétfőn a nőnapra még engedélyt adott, így azok nyitva maradhattak. A karcagi virágboltosok azt mondják, ez óriási segítség. A nőnap ugyanis az árusok bevételének majdnem felét teszi ki, kettől viszont be kell zárniuk nekik is. Örömünkre szolgál ez a döntés, tehát én ezt elmondhatom a virágos szakma nevében is egyben, mert azért azt tudni kell, hogy a virágosok az év egyik legnagyobb ünnepére készültek, bevásároltak, és tehát ez a hír, ez derültékből villámcsapásként érte a virágos szakmát, de amit nyomon követtünk mi magunk is a háttérből, és nagyban érzékeltük azt, hogy a virágos szakmának a vezetői, a képviseletei tehát egyértelműen összefogtak és kiálltak amellett, hogy ki tudják harcolni azt, hogy működhetünk a hétfői nap. És tehát én egyben itt meg szeretném köszönni azt, hogy azt az egy napot megkaptuk. Bízunk benne, hogy akkor így az emberek is tehát kényelmesebben be tudnak vásárolni. Na most, amit én már most a megrendelés alkalmával el szoktam mondani minden egyes vevőnek, hogy arra kérem, hogy a táblát, az utasító táblát vegyék figyelembe, hogy hányan tartózkodhatnak a helyiségben, és akinek megrendelése van, csak nincsen az ajtóból, és akkor jövünk, és hogy akár visszük ki, hogy aki vásárolni akar, azt hagyjuk bent azt a négy főt, hogy ő nyugodtan tudjon nézelődni. Tehát ezt mindenféleképpen ezt nagy odafigyeléssel fogjuk lebonyolítani. Ha nem tudtak volna kinyitni, a rengeteg megrendelt virágot ki kellett volna dobni. Különlegességre és gondolván a fiatal emberekre, én nagyon sok ilyen 90 centis rózsát rendeltem, hogy egyértelműen érezhető legyen a különbség, a nagyság közti különbség, mert tehát azért van különbség az olcsóbb és az extra minőség közt, és hogyha most, ha ezt nem tudtuk volna eladni, akkor tehát az extra rózsának, tehát ugye ez egy nagyobb értéket takar, így akkor ezek mind kidobásra kerültek volna. A hazai virágtermesztők és kereskedők számára a nőnap az egyik legfontosabb időpont, sok vállalkozás számára az egész éves működése szempontjából is meghatározó jelentőségű. Az évnek a legnagyobb ünnepe a nőnap, ami a egész éves bevételnek, ezt mondhatjuk, egy olyan 30-50%-ig is elmehetünk az éves bevételnek. Hát, hogyha ilyenkor fektetünk be a legeslegtöbb pénzt, tehát a nőnapra, mert több mennyiség kell, tehát nagyobb mennyiség az egyszálasokból és a cserepesekből. Hát nagyon nagy kiesés lett volna, hogyha ezt most nem kapjuk meg azt az egy napot. Tehát egy 30-40%-ot biztos. A március 4-én bejelentett, szigorított járványügyi intézkedések komoly riadalmat keltettek a teljes dísznövénykereskedelmi ágazatban, hiszen ekkorra már mindenki feltöltötte árukészletét, több százezer, akár több millió forintot fektetve a virágokba. A NAK, illetve a MAGOSZ különösen a tavaszi mezőgazdasági munkákra és az ellátásbiztonságra tekintettel a tavaszi munkacsúcs időszakában kezdeményezte a kormányzatnál, hogy a bejelentett járványügyi intézkedés alól mentesüljenek a mezőgazdaság és az élelmiszeripar zavartalan működéséhez szükséges üzletek. Hétfőtől digitális oktatásra álltak át az általános iskolák is.
A tankerületeket nem érte váratlanul az újabb korlátozó intézkedés, így a karcagi iskolákat sem. A helyi általános iskolában hétfőn tanítás nélküli munkanap van. Már november elején megkértem a kollégákat arra telephelyenként, hogy gondolják végig és dolgozzák ki a tanrendnek, az új tanrendnek az órarendjét. Éppen azért, hogyha a döntésnek a végrehajtására sor kerül, akkor ne kelljen kapkodni. A tanári kar tart egyeztetés arról, hogy milyen rendszerint dolgozzanak. Készen állunk. A tavalyi évről megvan a tapasztalatunk, azt kellőképpen fogjuk tudni kamatoztatni. Hétfőn, március 8-án hétfőn tanítás nélküli munkanap lesz az iskolában. Annak köszönhetően, hogy mi március 19-ére terveztünk egy országos szakmai napot, ami most lemondásra került, és ezt a tanítás nélküli munkanapot tettük hétfőre. Ekkor kis csoportban jönnek a kollégák, még egyszer átbeszéljük a lehetőségeket, és tulajdonképpen arra várunk, hogy dr. Kásler Miklós a digitális oktatásnak és egyéb tennivalóknak a részlet szabályait kidolgozza. Ez gondolom, hogy hamarosan megtörténik, és a szabályozásnak a függvényében fogunk tudni hitelesen eljárni és végezni továbbiakban is a feladatainkat. A kormány kihirdetett rendelete értelmében a mai naptól április 7-ig bezárnak az általános iskolák és az óvodák is. Hát 10 órakor kezdődik az online értekezletünk, és a tagovoda vezetők már készülődnek, kapcsolódnak a felülethez, hogy itt legyenek ők is, és valamennyien tudjunk egyeztetni a feladatainkban. Az önkormányzatok kérésére a kormány hétfőtől is biztosítja az óvodákban és az iskolákban a gyermekfelügyeletet. Arra készülünk, hogy megfelelő számú pedagógusunk legyen az óvodákban. Bízunk benne, hogy a szülők valóban azok fogják igénybe venni, akik a védekezésben és olyan munkahelyen dolgoznak, ahol nem tudnak home office keretében tevékenykedni. És bízunk abban, hogy a csoportlétszámokat így alacsony szinten tudjuk tartani, hiszen most ennek a rendkívüli szünetnek az a fő célja, hogy a gyermekeket minél kevesebb, alacsonyabb létszámba tartsuk, hogy minél a kontaktusokat csökkentsük, hiszen a mi óvodánkban is az elmúlt hetekben ismételten megjelent november-december hónap után a koronavírus, és több fertőzött kollega gyermek volt a március eleje óta. Megnyitottuk sajnos a koronavírus okozta feladatainkkal kapcsolatos mappánkat, ami a harmadik hullámban adódik, hiszen nekünk nagyon komoly feladataink vannak fertőződések esetén, a dolgozók, gyermekek, csoportok kontaktusba, járványügyi megfigyelés alá helyezése. Ezeket a minisztérium felé is jelentenünk kell, rendkívüli szünetek elrendelésében, szülők tájékoztatásában, dolgozók tájékoztatásában, az intézkedéseink szigorításában, úgyhogy ezeket tartalmazza ez a márciusban megnyitott mappánk. Ha valakinek a munkája nem teszi lehetővé, hogy otthon maradjon gyermekével, vagy nem tud gondoskodni a gyermekfelügyeletről, akkor az önkormányzatok kérésére lehetővé teszik, hogy hétfőtől az óvodákban, az iskolákban is legyen gyermekfelügyelet. Most a jogszabály az gyermekfelügyeletről rendelkezik, de hát azért akik óvodás gyerekekkel foglalkoznak, akár pedagógusok, akár szülők otthon, azért tudjuk azt, hogy ez foglalkozások, tevékenységek nélkül nem működik, úgyhogy itt az óvodában azért, akik itt lesznek gyermekek, nem abban az ütemrendben, amelyben teljes csoportlétszám mellett, de természetes, hogy tevékenységeket biztosítani fogunk az egész nap folyamán a gyermekek számára. A gyermekétkeztetést azt nem csak az ügyeleti ellátást igénybe vevő gyermekeknek biztosítjuk, hanem azoknak is, akik otthon vannak a szülőkkel, otthon tudnak maradni, és ők elvihetik innen az óvodából, előre kicsomagoltan biztosítja a gyermekétkeztetőnk a számukra. A fertőtlenítést azt
egy év óta nagyon szigorúan és fokozott tempóban, ütemben, mennyiségben végezzük az óvodáinkban. Erre természetesen az intézményünk költségvetéséből fenntartunk is biztosít, valamint havonta az operatív törzs az intézmény számára igen nagy mennyiségű felület és készfertőtlenítőszereket biztosít. Nem érintik az éttermeket a járványügyi szigorítások, pedig egyes éttermek már a zárásra is felkészültek. A tulajdonosok szerint ez nagy nehézséget jelentett volna. A kormányrendelet továbbra is engedélyezi az ételkiszállítást, és azt is, hogy a vendégek személyesen vehessék át az ételt az éttermekben. Nem érintik az éttermeket a járványügyi szigorítások, pedig egyes éttermek már a zárásra is felkészültek. Eddig is nagyon betartottuk az előírt szabályokat. A vendégekkel nem érintkezünk, csak elvitelre vihetnek ételt az étteremből, illetve házhoz szállítással mi visszük házhoz nekik az ételeket. Szájmaszkban, gumikesztyűben dolgoznak a kollégák, úgyhogy nagyon odafigyelünk az előírásokra. Ételhordóban jelenleg nem adunk ételt, hanem a konyhán előre csomagolva szállítjuk az ételeket. Tehát ide az étterembe nem kerülhet be idegen helyről hozott ételhordó, hanem pontosan a higiéniai szempontok miatt mi adjuk az elviteles dobozt is. A tulajdonosok szerint ez nagy nehézséget jelentett volna. Az egyedüli dolog, amiben most ugye kapaszkodni tudunk, az a kiszállítás, úgyhogy ez még nagyobb törés lenne a vendéglátásnak értelemszerűen, hogyha teljesen be kellene zárni az éttermeket, de természetesen, hogyha a járványhelyzet ezt kívánja, akkor az elsődleges a védekezés, úgyhogy akkor mi is tudomásul vesszük, és akkor ennek megfelelően mi is elküldjük az embereket 2 hét szabadságra. A dolgozók megtartása miatt is nagyon fontos lenne, hogy továbbra is nyitva legyünk. Van olyan dolgozónk, akinek kicsi gyermeke van, általános iskolás óvodás gyermeke, az ő esetükben természetesen rugalmasan megoldjuk, hogy otthon tudjanak maradni a gyerekekkel, hogyha másképpen nem tudják megoldani. A kormányrendelet továbbra is engedélyezi az ételkiszállítást, és azt is, hogy a vendégek személyesen vehessék át az ételt az éttermekben. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!